Joe Biden szombaton kijelentette, hogy kormánya nem fogja megkönnyíteni Ukrajna NATO csatlakozását, és hozzátette, hogy a háború sújtotta országnak ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelnie, mint a többi tagállamnak. Idézte az Egyesült Államok elnökét a Politico. Az amerikai államfőt egy philadelphiai beszélgetésen Ukrajna NATO-hoz való csatlakozásáról kérdezték, valószínűleg a tagsági akciótervre utalva. Alap ismertette, hogy a tagjelölt országnak katonai és demokratikus reformokat kell végrehajtaniuk, mielőtt fontolóra vennék a NATO tagságot. A múlt héten Biden tisztviselői azt mondták, az elnök nyitott arra, hogy eltekintsen ettől a követelménytől Ukrajna esetében, amely nemrég ellentámadásba lendült az orosz erőkkel szemben. Ezzel kapcsolatban Biden kiemelte, hogy az Egyesült Államok sokat tett azért, hogy Ukrajna képes legyen a katonai koordinációra. A NATO szövetségesek egyetértenek abban, hogy Ukrajna az elmúlt évtizedben közelebb került a csatlakozáshoz, ezért szövetségünk ajtaja nyitva áll előtte, jelentette ki Jens Stoltenberg főtitkár Brüsszelben. Stoltenberg a szövetség védelmi minisztereinek találkozóját lezáró sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a tagságról maga Ukrajna fog dönteni, és Oroszországnak nem lesz lehetősége ezt megakadályozni. Nem tudjuk, mikor ér véget ez a háború, de amint befejeződik, olyan keretet kell létrehoznunk, amely garantálja Ukrajna biztonságát, emelte ki. Mint fogalmazott, a szövetség egy NATO-Ukrajna tanács nevű formáció létrehozásán dolgozik, amely egyenrangú partnerséget nyújt Kijevnek a szervezetben a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos döntésekben. Hozzátette, hogy a közelgő vilniuszi csúcstalálkozón az új tanács első ülését Volodymyr Zelenszky ukrán elnök részvételével szeretnék megtartani. Az Oroszország által megálmodott Szovjetunió 2.0 helyreállítása lehetetlen a NATO-val való közvetlen konfliktus nélkül, hiszen a terrorista ország területi behatolása az Észak-Atlanti Szövetség tagállamaira is kiterjed, közölte szombaton Andriy Jermák Telegram csatornáján. Az elnöki hivatal vezetője szerint Oroszországnak szüksége van arra, hogy Ukrajna készen álljon a NATO-val való konfrontációra. A Kreml ugyanis abban reménykedik, hogy egy sikeres megszállás esetén a korábban megszállt terület mintájára ukránok millióit képes erőszakkal mozgósítani a hadseregbe, fogalmazott Jermák majd hozzátette, hogy Oroszország ilyen módon akar felkészülni egy közvetlen konfrontációra a NATO-val, például a balti államokban, hiszen ezeket az országokat Moszkva továbbra is a volt Szovjetunió részeként értelmezi. Az elnöki hivatal vezető megjegyezte, meglehetősen reális az Oroszország és a NATO közötti háború forgatókönyve, hiszen jelenleg a szövetség tagállamai elleni orosz propaganda retorikája hasonló ahhoz, amit 2014 óta Ukrajna ellen alkalmaz. Ukrajna NATO tagsága véget vett Putyin bármiféle tervének. Finnország esete egy kiváló példa, hiszen korábban velük szemben is a fegyveres megfélemlítést alkalmazták az oroszok. Ez a döntés erősebbé teheti a NATO-t, és stratégiailag vállalhatatlan árat fog megkívánni Oroszországtól, emelte ki Andriy Jermák. Az ukrán légierő pilótái gyorsabban tudják elsajátítani a nyugati F-16-os vadászgépek használatát, mint ahogy azt Ukrajna szövetségesei várják, így a 4 hónapos határidő reálisnak tűnik, jelentette ki szombaton Oleksij Reznikov. A védelmi miniszter elmondta, hogy jelenleg is zajlanak a nyilvános viták arról, hogy mennyi ideig kell az ukrán pilótáknak elsajátítaniuk az F-16-osok kezelését. Az időszak már mindenki számára ismerősen cseng. A két pilótánk amerikai tesztelése után úgy gondolják, hogy akár 6 hónap is elég lesz. Optimista vagyok, hogy tapasztalt pilótáink az elszántságuknak köszönhetően valószínűleg gyorsabban fognak tanulni, tette hozzá. A tárcavezető véleménye szerint a 4 hónap is reális idő. Mi tudjuk, mivel kell meglepetést okozni, hangsúlyozta Reznikov. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra is, hogy az ukrán hadsereg nagyon gyorsan elsajátította a nyugati fegyverek kezelését és használatát. Például, míg a Patriot légvédelmi rendszer legénységének standard kiképzési ideje 10 hónap, az ukránok ezek használatát alig 10 hét alatt megtanulták. Viszont a gépek karbantartásához szükséges kiszolgáló személyzet kiképzése, valamint a repterek és hangárok előkészítése már több időt fog igénybe venni, jegyezte meg Oleksij Reznikov.
Oroszország legyőzéséhez 200 kilométeres hatótávolságú fegyverekre van szükség, közölte szombaton Volodymyr Havrilov védelmi miniszter helyettes a minisztérium hivatalos Telegram csatornáján. Havrilov szerint az ukrán hadsereg magához ragadta a kezdeményezést az ellenséggel szemben. Ennek a fokozásához azonban nagy hatótávolságú fegyverekre van szükség. Minden haditervünket az értékelések szerint valósítjuk meg. A modern háborúban a legfontosabb az ellenség helyzetének ismerete, valamint a képesség nagy pontosságú csapások leadására nagy távolságra. Azaz, hogy olyan fegyverekkel rendelkezzünk, amelyek akár 200 kilométeres távolságból is eltalálhatják az ellenséget, fogalmazott a miniszter helyettes. Havrilov szerint Ukrajna ma jó úton halad a vadászgépek beszerzése felé, amelyek segítenek megvédeni a légteret az orosz ballisztikus és egyéb rakétáktól. Több mint egy év telt el a háborúból, és bízunk benne, hogy partnereinkkel együtt, akik mindent megadnak, amire szükségünk van, legyőzzük az orosz megszállókat, emelte ki Volodymyr Havrilov. A fertőző megbetegedéseknek csupán egyedi eseteit regisztrálják a kahovkai vízerőmű felrobbantása miatt elöntött területeken, jelentette ki Ihor Kuzin közegészségügyi főorvos, egészségügyi miniszter helyettes. Elmondása szerint a duzzasztó mű felrobbantása óta az érintett régiókban mindössze 5 fertőző beteget szállítottak kórházba. Kuzin hangsúlyozta, hogy az alacsony megbetegedési szintet mindenekelőtt a lakosság tiszta ivóvízhez való hozzáférésének megszervezésével sikerült elérni, valamint azzal, hogy az elöntött területek lakosságának tablettákat osztanak ki az ivóvíz fertőtlenítésére. Kuzin ugyanakkor megjegyezte, hogy az alacsony megbetegedési szintet az is befolyásolja, hogy ezeken a területeken alacsony a népsűrűség. Herszon megye lakosságának nagy része a katonai agresszió miatt már korábban elhagyta otthonát, emlékeztetett Ihor Kuzin. Az angol nyelv nemzetközi státuszt kaphat Ukrajnában. A kormány jelenleg azon dolgozik, hogy elősegítse a nyelvtanulást a társadalomban, közölte Denis Mihály miniszterelnök a Telegram csatornáján. A kormányfő azt írta, egy olyan törvénytervezetet készítünk elő, amely mindenek előtt az angolt fogja meghatározni a nemzetközi kommunikáció nyelveként. Olekszij Danilov a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára még 2021-ben kijelentette, hogy az angolnak a második nyelvvé kell válnia Ukrajnában, az ismerete ugyanis az ukrán függetlenség záloga, és ez biztosítja az ukránok túlélését az orosz nyelvű világban. Mint fogalmazott, sajnálatos módon az eltelt 30 évben az ukránt nem határoztuk meg, mint a függetlenségünk elsődleges és fundamentális nyelvét, és a 30 év alatt nem fordítottunk figyelmet az angol nyelvre sem, amelynek kötelezően a második nyelvé kell válnia országunkban annak érdekében, hogy védve legyünk az Oroszország részéről minket érő támadásoktól, amelyektől most is szenvedünk, hangsúlyozta Olekszij Danilov. A háborúval Ukrajnában megnőtt azoknak a csalóknak a száma, akik a menekültek vagy a harcok következtében károsultak támogatásának álcájával próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan polgárokból. Jelenleg a bűnözés ezen fajtája szinte teljesen a kibertérbe került. Ebből kifolyólag a rendőrség munkatársai arra szólítják fel a lakosságot, hogy legyenek óvatosak és elővigyázatosak az online felületeken. A háború kezdete óta a csalók újabb területen kezdtek el tevékenykedni. Többek között kihasználják az emberek érzelmeit, mint az együttérzést vagy a félelmet, és kihasználják a nehéz helyzetet. Konkrétan Kárpátalján az idei év első 5 hónapja során a rendőrség 1043 csalással kapcsolatos bűncselekményt nyilvántartásba. Ezekből 705 esetben nyomozás, 438 esetben pedig vizsgálat folyik. A tavalyi év azonos időszakához képest közel 500-zal több ilyen bűncselekmény történt. A rendőrség beszámolója szerint a csalással kapcsolatos idei lakossági bejelentéseket több csoportra lehet osztani, viszont minden esetben az elkövetők az áldozat hiszékenységére és figyelmetlenségére alapoznak. A csalások egyik fajtája a hamis hirdetések, amire olyan ismert online felületeken kerül sor, mint az OLX, a Promjué vagy az Instagram. Egy másik fajtája a csalásoknak a telefonhívások útján történik, ahol a csalók valamely bank vagy biztonsági szolgálat munkatársának adják ki magukat. Az áldozatoknak általában azt mondják, hogy hacker támadás érte a bankszámlájukat, majd megpróbálják megszerezni a számlaszámot, a bankkártya érvényességi idejét, illetve a kártya hátoldalán található CVV kódot. Egy másik gyakran
gyakran használt csalási módszer az úgynevezett adathalászat, amikor az elkövetők ismertebb weboldalak másolatait hozzák létre, és ezek segítségével szerzik meg a gyanútlan felhasználók bankkártyáinak adatait. Az internetes biztonság főbb szabályai közé tartozik, hogy soha ne adjuk ki a bankkártya adatainkat ismeretleneknek, ne nyissunk meg gyanús hivatkozásokat, és csak megbízható online felületeken vásároljunk. Ezen kívül a rendőrség kiberbiztonsági osztályának honlapján bárki ellenőrizheti a számára csalásgyanús telefonszámokat vagy banki adatokat. A nášom szájtje departamentu kiberpolícii, vkladka Stop Fraud. A kiberrendőrség oldalán bárki ellenőrizheti egy gyanús hirdetésben szereplő bankszámlaszámot, telefonszámot vagy akár egy konkrét online hivatkozást is. Ha ezek közül valamelyik már felmerült egy korábbi csalás esetében, akkor a rendszerünk ezt kimutatja és felhívja a felhasználó figyelmét, hogy legyen óvatos. Amennyiben valaki mégis csalók áldozata lett, azonnal értesítse a rendőrséget. Ezt a 102-es hívószám tárcsázásával, a legközelebbi rendőrös felkeresésével vagy elektronikus bejelentőlap kitöltésével lehet megtenni. A szakértők szerint annak érdekében, hogy a nyomozás minél hatékonyabb legyen, a lehető legtöbb információra és bizonyítékra van szükség. Arra kérjük az érintetteket, hogy készítsenek képernyő felvételeket, őrizzék meg a bizonylatokat, kérjenek kimutatást a bankjuktól, hogy mikor és mennyi pénz lett átutalva és hova. Ahhoz, hogy mi szerezzük meg ezeket az adatokat, sokkal több időre van szükség, hiszen a bankok a titoktartás véget nem fogják kiadni az információt. Ha pedig az érintett kéri ki ezeket, akkor néhány perc alatt megkapja, mi pedig gyorsabban cselekedhetünk és megtalálhatjuk a csalót. A rendőrség munkatársai elmondták, hogy reális esély van az online csalók megtalálására és felelősségre vonására, ezért ismételten arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben valaki online csalás áldozatává vált, akkor jelentse azt a rendőrség felé. Kárpátalja egy része nem sokára megszabadul egyik legnagyobb problémájától, a szeméttől. A beregszászi járásban már épül a hulladékfeldolgozó üzem, amely a környező 27 település igényét fogja kielégíteni a jövőben. Itt évente közel 30 ezer tonnányi szilárd háztartási hulladékot fognak feldolgozni. Hulladékgyűjtő konténerek lesznek majd kihelyezve, ezeket teherautókkal fogjuk elszállítani, a hulladék pedig ide fog majd kerülni. A szemét egy részét szelektálják, a szerves hulladék egy része komposztálásra kerül, másik részét pedig betemetik. Rétegenként dombok jönnek létre, amelyeket a későbbiekben erdősítenek majd. Így módon működik majd a szemétgyűjtésének és elszállításának rendszere. Az üzem összterülete közel 30 hektár. A tervek szerint több hulladék lerakót is létesítenek a jövőben a szemét réteges betemetésére, valamint komposztgödröket is kialakítanak a szerves hulladék számára. A munkálatok folyamatban vannak, a válogatósor már elkészült. Maga ez a hulladékválogató csarnok. Itt látjuk a bejövő, ide kerül a háztartási hulladék az átdolgozásra, ahonnan végigmegy ezen a válogató vonalon, és különböző frakciókba válogatják át, úgy mint üveg, papír, műanyag, különböző műanyag változatok, stb. Fém, szerves hulladék, a válogatatlan rész megy a hulladéktárolóba, a szétválogatott frakcióból pedig utólagos átdolgozás, csomagolás után, mint másodlagos alapanyag az ipar számára feldolgozás alá kerül. Az üzem megépítésének ötlete több mint 10 évvel ezelőtt született. Európát már akkor is foglalkoztatta az ukrajnai szemét kérdése, amely a folyókba kerülve az EU területére sodródik. Az ökológiai probléma megoldását 8 millió euróra becsülték. Viszont még ha társfinanszírozásról is van szó, Ukrajnának nem volt ehhez szükséges forrása. Jelenleg pedig a mostani háborús időszakban végképp nem volt esély a szükséges összeg előteremtésére. Ezért a költségek nagyobb részét az Európai Unió fedezte, az összeg egyharmadát pedig Magyarország állta. Egész Magyarország tudhatja, hogy milyen nagy problémáit Kárpátalján a környezetszennyezés. Ennek egyetlen oka van, hogy nincsenek modern hulladékfeldolgozók, nem létesültek ilyenek az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, és most a háborús időkben még
messzebb került ennek a kilátása, hogy az ukrán államnak legyen ereje ilyesmibe investálni. Ezért született meg az a döntés, hogy közösen Kárpátalja és közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy ilyen beruházást indít, aminek nyilván van egy magyar és egy ukrajnai lába is. Az ukrajnai lábnak a kiépítése indult most el, tehát Ukrajna ezen nyugati végének, itt Kárpátalján az első modern hulladék lerakó és válogató épül meg, aminek köszönhetően a magyar országi folyóknak a szennyezettsége is csökkenni fog. A magyar kormány összesen 2,5 millió euróval támogatta ezt a projektet, miután az uniós támogatás nem bizonyult elegendőnek, ezzel is bizonyítva, hogy Ukrajnába, Kárpátaljába, a magyar-ukrán együttműködésbe hosszú távra investálunk. V našom budžete nebolo tých 2,5 milliónyi euró, i my mogli prosto vse vtratiti. A mi költségvetésünkben egyszerűen nem volt 2,5 millió euró, amit a projektre fordíthattunk volna, és ez azzal fenyegetett bennünket, hogy az egész projektet elveszítjük. Ha nincs a magyar kormány, amelyről most nagyon sok negatívumot lehet hallani a médiában, akkor ez nem valósult volna meg. A magyar kormány iskolákat, óvodákat újít fel a kijevi térségben, és annak ellenére, hogy Magyarországon is nehézségekkel kell megküzdenie a költségvetésnek, mégis találtak több mint 2 millió eurót a támogatásunkra. Remélem és bízom benne, mások is megértik, hogy ezt értékelnünk kell, hogy ilyenek a valódi barátok, akik segítenek a bajban. A projektnek eddig a 15%-a valósult meg. Az építkezési munkálatok a tervek szerint az év végéig befejeződnek, ezáltal az üzem már jövőre beindulhat. Ehhez a környező 27 település társulást fog létrehozni. Ők lesznek a hulladéktároló tényleges fenntartói. Az üzem akár 800 ezer lakost is képes kiszolgálni. A legnagyobb rész a kistérségek által létrehozott társulást terheli majd, melynek feladata a projekt, vagyis az üzem irányítása. Először is a lakosság számára elérhetővé kell tenni a díjszabás kialakítását, másrészt az üzem önfenntartását is biztosítani kell, mivel a pályázati pénz fogyóban van, és ezután kezdődik majd az üzem önálló élete. A társulás megalakítása, az üzem beindítása, üzembehelyezése, a hulladékfeldolgozás technológiai feltételeinek a jóváhagyása, illetve a díjszabás kidolgozása sok időt igényel. Erre fél évet szánunk. Tehát a vállalat, a díjak, a személyzet, az adminisztráció kialakulásával egy éven belül beindul majd. A szerves hulladék betemetéséhez 7 tárolóépítését tervezik. Mindegyik területe másfél hektár lesz. A föld alatt egy öntözőrendszert és a gázok eltávolítását szolgáló berendezés telepítése zajlik. Mindenre azért van szükség, hogy minimalizálják az üzem környezetre gyakorolt káros hatását. A szerves hulladék egy részét komposztálni fogják. Ez az üzem lehetővé teszi a szerves anyagok betemetését, de kizárja a mérgező anyagok és a természetre káros hulladékok földbe kerülését. Vagyis semmilyen ökológiai probléma nem merülhet fel a hulladék üzem beindítását követően. A komposztgödrök és a réteges betemetésnek köszönhetően a komposztálással járó kellemetlen szagok eltűnnek, amit a legújabb technológia segítségével érünk el. A tárolóba szerves hulladék, valamint speciális gépjárművel gyűjtött egyéb hulladék kerül. Minden 6 tonnás teherautóra 15 perc jut. Ez idő alatt a hulladék átmegy egy speciális, automatikusan működő válogatósoron, ahol a folyamatot a munkások is segítik. A végén maradnak az újrahasznosítható anyagok, amit már el lehet adni. Tervezett teljesítménye a gyárnak körülbelül 20 ezer tonna per év. Ezen kívül képes lesz külön fogadni szerves hulladékot komposztgyártás alá és egyéb különböző változatokon. Az első ütemben a megépítés után az első hulladéktárolóval minimum 10 évre van biztosítva a környék hulladék begyűjtése és átdolgozása. A projekt viszont terv szerint lehet a teljesítményét növelni, utólagosan még 3 hulladékgyűjtő megépítésével, ami következetesen 50 évet jelent. Hasonló hulladékfeldolgozó üzemmel Debrecenben is találkozhatunk, amely teljes mértékben kielégíti a közösség szükségleteit, így megoldja a szilárd háztartási hulladék kezelésének sürgető problémáját. Kárpátalján jelenleg ez az első és egyetlen ilyen ígéretes projekt.
A megye hulladék problémájának megoldásához legalább 6 ehhez hasonló üzemre lenne szükség. Fenntartható fejlődés, vezetői ismeretek, csapatfeladatok teljesítése. Egyebek mellett ezek a fő témái a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett kárpátaljai közéleti vezetőképző utolsó képzési hétvégéjének. A kárpátaljai fiatalokkal a mai napon a Stratagem nevű számítógépes fenntarthatósági szimulációs játékot játszottuk, ami egy jó bonyolult módja annak, hogy kipróbálhassák, hogy milyen döntéseket hozni viszonylag valósághű helyzetben, felgyorsított időben, tehát egy szűk nap alatt végigcsináltunk egy körülbelül 50-60 éves folyamatot, amiben ők egy kormányzat szereplőiként kellett, hogy döntéseket hozzanak. Energia, környezet, ipari termelés, népesedés, stb. Területeken. És azt tudták megtapasztalni, hogy az erőforrásokkal való gazdálkodásnak milyen környezeti korlátai vannak, milyen ezzel kapcsolatos demográfiai kérdések merülnek föl. És általában, hogy klasszikusan mit nevezünk fenntartható fejlődésnek. Tehát mik azok, amik meg tudják valósítani azt egy társadalomban elméletileg, hogy egy társadalom magas életszínvonalon erőforrásaival egyensúlyban tudjon működni. A szervezők hangsúlyozzák, a kárpátaljai közéleti vezetőképző elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért. A kárpátaljai közéleti vezetőképző 5. év folyamában összesen 15 fő nyert felvételt. 4 állomásunk volt, közöttük Budapest, Győr, Debrecen, Brüsszel. A kárpátaljai közéleti vezetőképzőt a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKSZ ifjúsági szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel közösen szervezi. Gyülekező az Asztéberek Surány határátkelőnél. A mai nap folyamán mintegy 1500 kárpátaljai gyerek indul a kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves táborba. A több évtizede a Pál István Szalonna családja által megálmodott és életre hívott egyhetes magyar népzenei programsorozatnak a Rákóczi táborad otthont sátoralja új helyen. A kárpátaljaiak roppant fontos lehetőségnek tartják azt, hogy a Rákóczi Szövetséggel közreműködve a háború árnyékában is megvalósíthatják a gyerekek által annyira várt alkalmat. A Pál család által létrehozott kárpátai népzene néptánc tábor messze menőleg híres, nem csak Kárpátalja szerte, hanem a Kárpát-medence szerte. Itt nem csak kárpátai diákok szoktak együtt táborozni annó, amíg Kárpátalján szerveztük ezt a tábort, hanem a Kárpát-medencéből is érkeztek hozzánk. Most közel több mint 1500 diák fog együtt táborozni az anyaországban, a Rákóczi Szövetség táborában, amely egy szuper lehetőség, és megfelelő körülmények között, sőt azt mondhatom, hogy kiváló körülmények között táborozhatunk együtt, zenélhetünk, táncolhatunk együtt, és erősíthetjük a kárpátai magyarságot. A tábor célja, hogy a kárpátaljai népzene és néptánc oktatásban résztvevő gyermekeknek lehetőséget teremtsen a találkozásra, ismert művészek és oktatók közreműködésével segítse a fiatalok szakmai fejlődését. Őszintén azért várom, mert én nagyon szeretek néptáncolni, meg citerázom is, meg éneklek. A citerát is nagyon szeretem, énekelni is nagyon szeretek, tanár szerint tudok is, meg ugyebár a barátokkal leszünk ott a táborban, és azt nagyon várom, meg azt mondták, hogy nagyon sok élményem lesz. A fiatalok az egy hét során különböző hangszeres, táncos és kézműves foglalkozások segítségével mélyülhetnek el a magyar népi kultúra világában. A hét második felében pedig részt vehetnek a Szalonna és Bandája népzenei koncerten, amit a hagyományokhoz híven táncház követ. Az édesapák napjának időpontja az anyák napjával ellentétben nem egységes világszerte, viszont a legtöbb országban június 3. vasárnapján méltatják a családfőket. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete hagyományosan közös programmal ünnepli meg ezt a napot, amelynek idei helyszínéül ismét a Dédai tópartját választották. Gyakorlatilag mai világban talán már főleg nyugaton nem olyan egyértelmű, hogy ki a család, és mi ezt egyértelműsíteni szeretnénk, hogy apából és anyából és gyerekekből áll, és tulajdonképpen már több mint 10 éve ezt fontosnak tartjuk, hogy az anyák napja mellett apák napja is legyen, hiszen nem lehet azt se elnézni, vagy talán lekicsinyíteni az apának a szerepét, hiszen mégiscsak a családnak a feje, mi
keresztény családok úgy gondoljuk, hogy ahogy Krisztus tulajdonképpen megteremtette, vagy a Jóisten megteremtette az embert és a férfit, így a család ebből áll össze, és az apáknak néha kell egy kicsit pihenni is, és nem egy könnyű világot élünk, tehát most 2023-ban Kárpátalján, Ukrajnában háborús helyzet van, azt gondolom, hogy fontos egy kicsit leüljünk, kicsit beszélgessünk, ilyenkor jó egy kicsit leülni, szórakozni egy kicsit, volt egy kis lelki része, lelki feltöltődés, és köszönjük Kacsó Géza tiszteletes úrnak, hogy emlékedett, és én azt gondolom, hogy ez fontos a megmaradásunk szempontjából is, hogy erős vár legyen a család, és az apáktól nagyon sok minden függ. A keresztény eszmei alapokat előtérbe helyező egyesület tevékenysége során megmutatta, hogy az Istenbe vetett hit kivezet minket a nehézségek közül, és ez az eszmeiség viszi előre a közösséget is. Alkalmaikra rendszeresen hívnak meg vendégelőadókat valamely egyházból. Ezúttal Kacsó Géza, a Bátyói Református Gyülekezet lelkipásztora vállalta a közös program lebonyolítását, aki szintén nagycsaládos és boldog emberként tekint vissza édesapjára. Apák napja van, elkerülhetetlen volt, hogy az apákról beszéljünk, és ha már mi is édesapák vagyunk, nekünk is van édesapánk. Ezzel kezdtem az előadást, egy kicsit a saját édesapáinkról és a velük való kapcsolatunkról, emlékeinkről beszélgettünk. Én úgy gondolom, hogy a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy az apa a családnak a papja. Az apa az, akinek a kapcsán a gyerekben kialakul a legelső Isten kép. Éppen emiatt fontos, hogy az apák hogyan viselkednek, hogyan vannak a családban jelen, mennyi időt töltenek a gyerekekkel, a gyerekek őket látva képzelik el, hogy az Isten milyen lehet, ezért nagyon fontos, hogy mi édesapák milyen képet mutatunk. A nagycsaládosok azért fontosak, mert több gyereket vállalnak, és hogyha több gyerek van, akkor az a megmaradásunknak az áloga lehet. A háború miatt sokáig kérdéses volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan közösségben ünnepelhetik-e az apák napját, illetve az esős időjárás miatt a helyszín sem volt biztos. Meg is kaptuk egy kicsit, hogy az anyák napján ilyen éttermekben voltak az édesanyák, és hogy mi édesapák kicsit ilyen igénytelenebbek vagyunk. Én ezt mondjuk nem nevezném igénytelenebbeknek. Én azt gondolom, hogy itt van ez a dédai tó, itt van ez a parcella, amit minden nyáron kibérelünk, jöhetnek nagycsaládosok ide, és valóban itt sütögetünk, kicsit így beszélgetünk, sokkal szabadabb így, mint bemenni egy étterembe, annak is megvan a helye, tehát nagyon szeretünk étterembe is menni, például házaspárok napján, de itt most egy kicsit szabadabban lehet beszélgetni, szórakozni, és valóban az időtől függetlenül, hiszen erre is készültünk B-verzióval, tehát készültünk sátorra, úgyhogy így is megtartottuk az apák napját, tehát bármilyen idő van, bármilyen időjárás, ez is egy üzenet, hogy mi akkor is meg fogjuk tartani ezt a napot, mert ezt fontosnak tartjuk. A Nagycsaládosok Egyesülete számos lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra és a közösségi élet erősítésére. Egymás hite által is, egymás terhének viselése által is megerősödünk, látjuk azt, hogy mindenki ugyanazzal a problémával küzdik, és megleljük egymás beszélgetéseiben a megoldás a saját problémáinkra sokszor, és erősít bennünket abban, hogy a nagy család az jó, és erősít abban, hogy Kárpátalján élni és itt maradni, ez jó dolog, mert ahogy látjuk, a régi arcok mindig újra és újra megjelennek, és hogy az említette, hogy mi is mindig ilyen helyen megjelenünk a családdal, vagy mikor milyen alakulatban, vagy a gyerekekkel, vagy a gyerekek nélkül, ez is arra ösztönöz bennünket, hogy ugyanez az életmód másnak is bejött, és akkor ezt az életmódot követjük, és így próbálunk megmaradni Kárpátalján. Az egyesületnél továbbra is várják a nagycsaládosok jelentkezését, akik tagjai szeretnének lenni annak a keresztény eszmei alapokat előtérbe helyező közösségnek, amely idén már csaknem 1000 tagcsaládot számlál.